Ez tehát a harmadik alkalom, amikor a zsoltárokat tanulmányozzuk, és hát ugye, ahogy mondani szoktuk, a tudás kedves mamája, ugye az ismétlés, gyorsan átszaladunk a könyveken, ezt már remélem mindenki kívülről vágja, tudja. Az első könyv 40 Jahvista zsoltár, a második könyv az 30 Elohista zsoltár, ahol a nyitó zsoltár, amit megnéztünk a múlt héten, ugye kapott még egy verzét és még egy refrént, és így lett belőle 31. Utána Ezékiás két gyűjteménye következik, ami 17-17 zsoltárból áll, az első 17 zsoltár a Dávidon kívüli szerzők, tehát a, ugye Aszáf, kórafiai és a többiek, ennek a nyitó zsoltárát fogjuk most megnézni legelőször, és utána a másik 17 zsoltárból álló gyűjtemény, ez egy himnikus gyűjtemény, Mózesnek, az Isten emberének a zsoltárával kezdődik majd. És aztán van a babiloni gyűjtemény, ami 44 zsoltárból áll, a legvégén ugye a 150-kel, amelyik Istennek a dicséreteire buzdít. Ha másképp akarjuk kicsit felosztani a könyvet, akkor azt látjuk, hogy van 72 zsoltár, ami ugye Dávidnak a zsoltárait tartalmazza, ez az első része a gyűjteménynek, és van 2x17, 34 zsoltár és 44 zsoltár, ami pedig a második része ennek a gyűjteménynek. Ugye amivel foglalkozunk az, hogy ez egy szerkesztett könyv, a zsoltároknak a könyve, és minden egyes gyűjtemény elejére tettek egy nyitó zsoltárt, ami nem ok nélkül került oda, és azt próbáljuk boncolgatni, hogy ezek a zsoltárok miről szólnak, és miért ezek lettek ugye a gyűjteménynek a nyitó zsoltárai. Az egész könyvnek a nyitó zsoltára lett ugye az első, miről szól, az igazakról és az istentelenekről. Ugye az igazak, azok olyanok, akik kipróbáltak, akik nem jártak a gonoszok tanácsán, a bűnözők útján, nem álltak meg, és a csúfolódók székébe nem ültek, hanem ezzel szemben, miben volt a gyönyörűségük, Isten törvényébe, és Isten törvényéről elmélkedtek éjjel és nappal. A másik kép, amit ugye az igazakra használ a Biblia, ez az életnek a fája, ez végigvonul a Biblián, ugye rögtön az Édenben találkozunk vele, és utána pedig a Jelenések könyvének a végén is látjuk az életnek a fáját, és az igazak ilyenek, maguk is táplálkoznak az élet fájáról, illetve ezáltal maguk is az élet fájává válnak mások számára. A gyümölcseik gyógyítanak, életet adnak, a leveleikből főzött jófajta tea pedig gyógyításra való, tehát minden águk, boguk, minden részük áldás az emberek számára. Ez egy nagyon fontos dolog, az igazak és a nem igazak kérdése, ezért kerül ez a gyűjtemény elejére, mert az igazak lenni, az azt jelenti, hogy összhangban lenni Istennek az akaratával, összhangban lenni Istennek a tervével, az igaznak az állapota sokkal több, mint erkölcsösnek lenni, vagy sokkal több, mint becsületesnek lenni. Az igazság azt jelenti, hogy beleilleszkedni az isteni rendbe, összhangban lenni az isteni renddel. Ez fejezi ki a diki, a dikájosz, az igaz. És az isteni rendbe, a beleilleszkedésről a legnagyobb kijelentés az Új Szövetségben az, hogy megigazulni hogyan lehet, hitáltal. Mi visz vissza bennünket az isteni rendbe, ha elkezdünk hinni Istenben, elkezdünk hinni az ő beszédében, elkezdünk bízni Istenben, és ez a bizalom visszahelyez bennünket az isteni rendbe, és meg tudjuk találni a helyünket, az elhívásunkat az isteni rendben, ha a hit alapján keressük ezeket a dolgokat. Ez tehát a nyitó zsoltár, és ugye az első könyv, a Jahvista zsoltárok feje volt egy messiási zsoltár rögtön, ami arról szólt, hogy ugye az Úr felkentje ellen a Sionon állandóan fondorkodnak a világ hatalmasai és Izraelnek ugye a hite hagyott fejedelmei, vezetői újból és újból összefognak, és ez így volt Dávid korában, így volt a Messiásnak az idején, vagy Izrael királyainak az idején is, hogy újból és újból feltámadtak a pogány nemzetek, a pogány népek, hogy eltöröljék a dávidi királyságot, és előre vetíti az antikrisztusi időket is, hiszen ott is a Jelenések könyvébe is idéztetik ez a zsoltár, hogy az antikrisztusi időkben is az Úr felkentje ellen lesz egy ilyesfajta felkelés és összeesküvés.
A következő könyv ugye az Elohista Zsoltároknak a könyve, a 42. Ez a vágyakozásról szól, a szomjúságról, amikor a körülmények, akár a lelki, akár a fizikai körülmények elválasztanak bennünket Istennek a jelenlététől, és az emberben létrejön egy szomjúság, egy éhség, egy vágyakozás az élő Isten után, ami ugyanolyan erős, mint amikor az ember éhséget érez, vagy szomjúságot érez. Ez a szellemünknek, a lelkünknek egy olyan sürgető szüksége, mint amikor éhesek, vagy még inkább, amikor szomjasak vagyunk. Ugye a két gyűjtemény közt az volt a különbség, hogy a Jahvista gyűjtemény a második Zsoltárral elsősorban a királyságról szól, a felkentről szól, és a pogányok és a felkentnek a harcáról, viszonyáról. A második gyűjtemény a sokkal inkább az egyén és az Isten kapcsolatáról szól. Tehát ott nem annyira a felkent király küzd a világgal, hanem itt az egyén, a hívő küzd a körülményekkel és az őt körülvevő dolgokkal. Nagyon sok Zsoltár ugye ebben a gyűjteményben dedikált Zsoltár, amire azt értjük, hogy Dávidnak egy-egy konkrét élet történetéhez kötődő Zsoltár, és ezek a Zsoltárok mind abból az időből valók, amikor Dávid Saul elől bujdosott, és pontosan ezt jelzik, ugye meghatározza a Zsoltárnak ezt a hangvételét, hogy az ember kénytelen bujdosni, egy testi ember, vagy egy testies viselkedésű ember, a körülmények elszakítják őt attól, hogy szabadon meg tudja élni a hitét, és szabadon keresse az ő Istenét, de ebben a helyzetben hogyan és miképpen lehet mégis megharcolni azt, hogy a nyomások ellenére az ember Istenhez közel tudjon kerülni. Ugye ezek a Zsoltárok erről szólnak. A harmadik könyv fejjel ugye majd a 73. Zsoltár lesz, amit most szeretnénk megnézni. Ez is egy nagyon általános kérdéssel foglalkozik, a kísértésnek egy fajtájával, nevezetesen azzal, hogy mit tegyünk akkor, ha azt látjuk, hogy a bűnösök szerencsések. Hogy úgy tűnik, hogy nekik minden sikerül, az igaz meg szenved, nyomorog, minden baja van, és ez egy valóságos kísértés, ugye ez a fiataloknak szóló intelmekben is szerepel, a példabeszédekben, amit Salamon írt, ugye a bár micva előtt álló fiataloknak, amely ugye ez az első gyűjtemény, a példabeszédekben az első 7 fejezet, mindegyik azzal kezdődik, hogy fiam, fiam, fiam. Ugye erre utal a Timóteus levél, ami azt mondja, hogy az ifjúkori kívánságokat került, és ezek a kívánságok között van felsorolva, hogy ne irigykedj a gonosztevőkre. Ne irigykedj azokra, akik gonosz cselekszenek, mikor látod, hogy szerencsések az útjaikban. Tehát a bűnösök szerencséje, a gonoszok szerencséje kísértésként jelenik meg az ember életében, és erről szól a 73. Zsoltár. A 4. könyv ugye Mózesnek, az Isten emberének az énekével kezdődik. Ez a himnikus gyűjtemény, ugye szűkebb értelemben ezt hívjuk a Sion dalainak, és Istennek az uralmáról szól, talán az egyik leggyakoribb felkiáltás ebben a gyűjteményben az, hogy az Úr uralkodik, Isten Úr, Isten király. És itt a 90. Zsoltárban is majd látjuk, hogy érdekes történelmi hátteret tett mögé a tradíció, amiről ugye nem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy igaz-e, de nagyon érdekes. Az 5. könyv a babiloni gyűjteménynek az első Zsoltára pedig a 107. Ez egy igazi diaszpóra Zsoltár lesz, és ugye ez az egész gyűjtemény arról szól, arról a megdöbbentő tapasztalatról, hogy Isten nem csak Izrael földjén Isten, hanem az egész világon. Ez nekünk evidensnek tűnhet, de Izrael számára ez nem volt annyira evidens, az Ószövetség Izrael számára, hiszen a föld, hiszen az Isten városa, hiszen az Isten szentélye ott volt, és mikor lerombolják a szentélyt, és nem élhetünk Izrael földjén, akkor vajon az Isten segítségül lehet-e hívni? Vajon akkor az Isten cselekszik-e az életünkben? És a diaszpórának a drámai tapasztalata az volt, hogy igen. Hogy Isten ott is velünk van. A diaszpórában is velünk van. A szétszóratás közepette is velünk van, hogy Isten nem nincs Izrael földjéhez kötve, nincs a szentélyhez kötve, még csak az Isten városához sincs kötve, hanem ő az egész világnak az ura, az egész világnak az Istene, és ez egy nagyon érdekes tapasztalata a diaszpórának. Nézzük akkor a
harmadik gyűjtemény első zsoltárát, ugye ez a 73. zsoltár, vagy mondtuk is, ezt a gyűjteményben ugye a Dávidon kívüli szerzők szerepelnek, rögtön Aszáf 11-szer, az első 11 zsoltár a 17-ből Aszáf nevét viseli, mint szerzőjét, de kóráfiai Dávid és Ejtán is, mint szerzők tűnnek fel ebben a gyűjteményben. Jellegzetessége, hogy nincs benne árva zsoltár, tehát minden zsoltárnak van szerzője, minden zsoltárnak van címzetje, a szerzője nincs is, de hogy kinek van dedikálva, az, tehát van felirata magyarul. Ugye, ahogy mondtam is, a zsoltárnak a témája az, hogy a gonoszoknak a szerencséje látszólagos. Ne hagyd, hogy megkísértsen a gonoszok szerencséje. Van egy érdekesség a számozásban, nevezetesen, hogyha a 73-at megfordítjuk, ugye, akkor lesz belőle 37, ha két számjegyet felcserélem, és a 37. zsoltár is így kezdődik, ne irigykedj a gonosztevőkre. Ugye csillapodj le, amikor látod a gonoszoknak a szerencséjét, ne irigykedj rájuk, ne vigyen téged kísértésbe az, mert a szelidek öröklik a földet. Ugye honnan ismerős ez nekünk, hogy a szelidek öröklik a földet? A hegyi beszédből, hogy az egyik boldog mondás azt mondja, hogy nem a vadak, az erőszakosak, a hódítóké lesz a föld, noha látszat ez, hanem a szelideké lesz a föld, akik Isten tekintik a föld birtokosának, és Istentől várják az örökséget, és nem maguk akarják maguknak erőszakkal megszerezni. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy a 73. zsoltárnak a pár zsoltára, komplementer zsoltára, ez tulajdonképpen a 37. Ugye, most tudom, megint övül, ahol itt kérdezek, de talán ez nem olyan nehéz, hogy a második zsoltárnak, ami ugye arról szól, hogy én kentem fel az én királyomat a Sionon, és ti népek jól teszitek, hogyha jóba vagytok vele, mielőtt hirtelen felkerjed a haragja, hogy ennek is van egy párja, amit szinte mindig az Új Szövetségben együtt említenek. Hogy van-e esetleg valakinek, hogy a király, aki vasveszővel legeltet, nehezet kérdeztem, de ez a 110. zsoltár, ugye ez is egy híres messiási zsoltár, és a második és a 110. is ilyen komplementer zsoltár. Ugye ott az Izrael királyáról szól, aki Sionról kinyújtja a pálcáját, aki összetöri az ellenségeit vasveszővel, legelteti a népeket, a nemzeteket, és ebben hangzik el egy híres eskü, amikor Isten esküvel erősíti meg, hogy pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint. Ugye az Ószövetségben két felkent volt, a királyt kenték fel, és a főpapot kenték fel, és itt a második zsoltárban a király felkenetéséről van szó, a 110-ben pedig a papnak a felkenetéséről. Na, nagyon hasonlóan ehhez, a 73. zsoltárnak ez a kiegészítő zsoltár, ugyanerről szól, ugyanezt a témát taglalja, ez a 37., ez talán könnyű megjegyezni. Hogyan épül fel a mi zsoltárunk? Hát öt részből áll, maga a zsoltár az elsőben rögtön a témát elmondja, tehát ez viszonylag ritka, de a zsoltárokban azért előfordul, hogy rögtön elmondja, hogy miről szól a zsoltár az első néhány versben. Utána fel van sorolva a gonoszok szerencséje és az igazak szenvedése. Tehát egy kontrasztot látunk, a gonoszok úgy tűnik, hogy minden nagyon jó, sikeresek, szerencsések, noha gonoszságot cselekszenek, mégis minden sikerül nekik. A másik oldalon ott van az igaz, ugye, akinek a nevében Aszáf szól, és az igaz pedig hát igyekszik jó lenni, igyekszik betartani a törvényeket, igyekszik becsületesen, tisztességesen eljárni, és botlásról botlásra, bajról bajra, csapásról csapásra jut, és úgy tűnik, hogy hát valami nem stimmel, a világegyetemben felborult az igazság szolgáltatás, és felborult a rend, a gonoszoknak jó dolga van, az igazak pedig fenyítést szenvednek el. Hogy van ez? A következő szakaszban ugye az történik, hogy Aszáf bemegy az Isten házába, és megvilágosodik. Világossá válik a számára, hogy amiről ő azt gondolta, hogy siker, az valójában egy sikamlós talaj, valójában egy posvány, egy lápvidék. Egyáltalán nem szilárd talajon áll ezeknek az embereknek a biztonságérzete. Ellenben az Úr közelségében van valóságos biztonság, és van valóságos gazdagság. És végül hálával és dicsérettel fejeződik be a zsoltár, amikor megnyugszik az igaznak a lelke, és azt mondja, hogy nem én tévedtem, nem én hibáztam, ez tényleg így helyes, ez tényleg így jó, érdemes igaznak lenni, jó dolog Istennel lenni, mert Isten közelsége sokkal több, mint bármilyen főembernek vagy gazdag embernek a jó indulata vagy a jó akarata.
Nézzük magát a szöveget. Ugye, ahogy mondtam, az első rész a témát jelenti, milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Ugye ide majd a végén jutunk el a Zsoltárnak, az elején még úgy néz ki, hogy ez nem így van. De mégis ez lesz a konklúzió. Ez így van, de mondja a Zsoltáros, én viszont nem tudtam ebben az igazságban megállni. Kis hián megkísértett engem a gonoszok szerencséje, és félrecsúsztam az igaz útról. Szóval, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Tehát mi történik? Elbizonytalanodtam abban, hogy Istennek igaza van-e, és majdnem megkísértett a gonoszok szerencséje. Elkezdtem irigykedni a gonoszokra, és sóvárogtam azután, a jó szerencse után, ami őket szemmel láthatólag érte, a sikereik után. Nézzük most az ellentéteket, hogy először azt látjuk, hogy milyen a gonoszok szerencséje, hogy néz ki ez a dolog. És itt nagyon jól meg lehet figyelni ugye ezeket a bizonyos gondolatrímeket, ugyanis, hogyha ugye látjátok, direkt úgy is szedtem a sorokat, hogy látszanak ezek a gondolatrímek, de külön-külön is el lehetne olvasni a Zsoltárt. Tehát csak az egyik felét olvasod, akkor is értelmes, meg ha csak a másik felét olvasod, akkor is értelmes. Most a vicc kedvéért először így csinálom, mindig csak az első gondolatot olvasom fel, tehát ami balra van szerkesztve. Mert halálukig nincsenek kínjaik, nincs részük az emberek gyötrelmében, ezért kevésség nyakláncát hordják, jó módjukban kérkedve néznek szét, gúnyolódnak, gonoszul beszédnek, az ég ellen is feltátják szájukat, ezért fordul feléjük a nép, és ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten. Ha másik felét olvassuk fel, akkor ez már ennyire szépen nem jön ki, de a Zsoltár megérdemli, hogy a gondolatrímeket is mellé tegyük. Tehát milyen a gonoszok szerencséje? Halálukig nincsenek kínjaik, kövér a testük. Ugye a kövérség alatt nem feltétlenül azt értjük, hogy jó hájasak, elhízottak, hanem az, hogy életerős. Ugye a Bibliában a kövérségi, ebben az értelemben az életerőnek a képe, a szimbólum alapvetően nem a túlsúlyi. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más emberek. Tehát ugye az van, hogy az ember azt gondolná, hogy ha már az Isten villáma lecsap az égből, akkor már csak a gonoszokat találja el. És nem. Úgy tűnik, hogy a nem ők betegednek meg, nem őket üti el az autó, nem az ő fejükre esik a tégla, nem ők esnek hasra a banánhéjon, meg mit tudom én, hanem pont azok, akik a legkevésbé érdemelnék meg ezt a dolgot. Az Új Szövetségben is van egy ilyen érdekes felfedezés ezzel kapcsolatban, nevezetesen az, amikor Jézus azt mondja, hogy azt gondoljátok el, hogy Siloám tornya a legbűnösebbekre omlott rá. És a válasz az, hogy nem. Ez nem így van. Ez az Ószövetségben is rendkívül foglalkoztatta a bölcseket, hogy hogyan van ez. És ez azért nagy kísértés, mert én látom, főleg a siker evangéliumba belemerült gyülekezetekbe, hogy úgy szocializálják az embereket, hogy a körülményekből olvassák ki, hogy ők most jó úton járnak, vagy rossz úton járnak. Ha sikeres vagyok, ha áldott vagyok, ha gazdag vagyok, ha jól megy az üzlet, ha szeretnek az emberek, ha jó előmenetelem van a munkahelyemen, vagy a vállalkozásomban, ez annak a jele, hogy az Isten szeret. Ha pedig nem így van, akkor ez annak a jele, hogy Isten elégedetlen velem, büntet, fenyít, és így tovább, és így tovább. Most az az ember, akit így szocializálnak, az mindig a körülményekből akarja kiolvasni azt, hogy ő most éppen hányadán áll az Istennel. Jól vagyok, vagy nem? Isten szeret engem, vagy nem szeret engem? És ez azért rendkívül veszélyes, mert tulajdonképpen ez az első kísértés, hogy amikor Jézust megkísérti az ördög, és azt mondja, hogy hát ha valóban Isten fia vagy, és éhes vagy, akkor parancsolja a köveknek, hogy változzanak át kenyérré. És Jézus ugye elutasítja ezt a kísértést, miért? Mert nem azon múlik, hogy ő Isten fia, hogy a kövek mit csinálnak. Átváltoznak, vagy nem változnak. Nem ettől lesz ő Isten fia, hanem mitől lesz ő Isten fia? Attól, hogy mikor megkeresztelkedett, akkor égi hang szólt hozzá, és azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Tehát miért lett ő az Isten fia? Mitől lehet biztos abban, hogy ő az Isten fia? Nem azért, mert a kövek átváltoznak, vagy nem változnak, hanem azért, mert az Isten
kinyilatkoztatta és azt mondta. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az igaz embernek belül kell bizonyossága legyen arról, hogy az, hogy ő kicsoda, az az Isten szavára kell épüljön, és nem pedig a körülményekre. Az ördög meg pont ezzel kísért bennünket, hogy azt szeretné, hogy azt a bizonyosságunkat, amit az Isten igéjéből kell, hogy nyerjünk, az Isten hozzánk intézett szavából kell, hogy nyerjünk, azt építsük a külső körülményekre. És hogyha így teszünk, akkor úgy járunk, mint Aszáf. És azt mondjuk, hogy hát akkor valamit mi nem jól csinálunk, akkor valami nem jó úton járunk. És majd látni fogjuk, hogy de igen, ez nem, ezen múlik, ez nem így néz ki. De ez egy nagyon nehéz kérdés, mert gondoljatok Gedeonra, ugye, akit meglátogat az Úr angyala, és azt mondja, az Úr veled, erős férfiú. Hát Gedeon az minden volt, csak erős férfiú nem volt, és mikor azt hallotta, hogy az Úr vele van, akkor azt mondta, hogy hát ha az Úr velünk van, akkor miért kell itt a pajtába csépelnünk titokban, hogy a midianiták el ne vigyék az összes gabonát. Miért esett ez a dolog rajtunk, hogyha az Úr velünk van? És aztán ismeritek a történetet, Isten ezt a Gedeont, ezt eljuttatja oda, hogy 300 emberrel neki ment ennek a midianita hadseregnek, ami egyébként egy teljesen esztelen vállalkozás lett volna, de úgy felépítette Isten a hitét ennek az embernek, hogy még ezt a képtelenséget is megmerte és meg tudta tenni. De ugyanezzel foglalkozik Jób is, mert ugye mikor Jóbot a barátok megtámadják, és sok hasonlóság van ugye a Jób könyve és az itt levő sorok között, Jóbot ezek a csapások érik, akkor mi tudjuk a könyvből, hogy ezek a csapások próbatételek voltak Jóbnak az életében. Isten megengedte a sátánnak, hogy rátámadjon a Jóbra, és elvegye mindenét, amiben csak bízhat, hogy lássa, hogy mi van a szívében, hogy most ő érdekből szereti az Istent, vagy önmagáért szereti az Istent. És ugye ebben a történetben is ez van, hogy jönnek a barátok, és azt mondják, hogy az nem lehet letagadni, hogy a csapás, ami az életedben van, abban Isten keze van. Ezek Isten csapásai az életeden. Ha pedig az Isten így bánik veled, az azt jelenti, hogy te veled valami baj van, valami bűn van az életedben. És ugye Jób mivel tud védekezni, azt mondja, hogy hát végignézem az életemet, és azt tudom nektek mondani, hogy semmi olyan dolgot nem cselekedtem, amiért én ezt érdemelném, ami velem történik. És pontosan erre hivatkozik, hogy azt mondja, hát nézzétek meg, hát most én belém csapott a villám, hát hány gonosz, rossz ember van körülöttünk, csak akit ti is ismertek meg, akit én is ismerek, és ugyanígy leírja, hogy milyen a szerencséjük, és így hogy van. És azt mondja, hogy ha ez így lenne, hogy az Isten így osztogatja a pofonokat, akkor az elsőt nem nekem kellett volna kapnom, azt nem mondja ki, de gondolja, hanem nektek. Kedves vigasztalóim, vagy ha én ezt érdemlem, akkor mit érdemeltek ti? Ugye az egyik erős érve az oktalan károsztatás ellen. Az Ószövetségben ugye van két könyvünk, ott is az a szimetria, ami a Zsoltárokra jellemző, szintén jelen van. Ugye az egyik könyv, ami a már hivatkozott példabeszédek könyve. Mivel ez fiataloknak íródott, a példabeszédek könyve ilyen nagyon fekete-fehér. A jó mindig elnyeri a jutalmát, a rossz mindig elnyeri a méltó büntetését. Kinyitod a példabeszédeket, ott mindig megbűnhődnek a gonoszok, ott a bolond mindig pórul jár, az istentelenek a dugájukba dőlnek, a vermükbe esnek, az igazak ellenben mindig virágoznak, mindig kiderül, hogy nekik van igazuk, mindig az ő sorsuk jóra fordul, és sikeresek lesznek. És kicsit úgy, mint a mesékben, a legkisebb királyfival, ez csak így van, és sehogy máshogy nem lehet. És ez foglalkoztatta ugye az Ószövetségben is a rabbikat, hogy ez hogy van? Hát hogy létezik, hogy Izrael, aki igazabb, mint a pogányok, sokszor nehezebb sorsú, mint a pogányok, a bálványimádók és azok, akik istentelenek. Hogy ez hogyan működik? És ugye abban találták meg az egyensúlyt, hogy mellé szerkesztették a Prédikátor könyvét, ami Prédikátor könyve viszont elmondja, hogy hát azért ezek nem így vannak. A nap alatt. Mert hogyha az emberek sorsát csak a földi dimenzióban szemléljük, ott nincs igazság. Nincs a földön igazság. Ez a világ a gonoszságban vesztegel, nem a legméltóbbak kapják a jutalmat, és nem a legbűnösebbek bűnhődnek meg, hanem ez össze-vissza van, ugye szó szerint így mondja a Prédikátor könyvében Salamon, eset szerint van. Ahogy esik, úgy puffan. Teljesen véletlenszerű. Nem tudjuk egy ember sorsából, a szerencséjéből kikövetkeztetni önmagában azt, hogy ő most igaz, vagy pedig hamis. Mert az igazak között is van olyan, aki szenved, van olyan, aki csapások érnek, és a hamisak között is vannak olyanok, akik jó szerencsések. Hát akkor most hogy lehet ebbe az egész dologba eligazodni? Úgy, hogy az Isten igazságszolgáltatás majd ezt
egészé teszi, és tulajdonképpen, ha csak a földi életet, a nap alatt levőt látjuk, akkor azt látjuk, hogy nincs igazság. És nem is kell ezen csodálkozni, mondja Salamon. Tehát a két könyv így egyensúlyozza ki magát. A példabeszédekben miért van minden fekete-fehéren, hogy a jó mindig elnyeri a jutalmát, és a gonosz is mindig elnyeri a büntetését, azért, mert az fiatal gyerekekhez szól. És a fiatal gyerekeknek mit akarunk elmagyarázni, hogy legyenek jók, becsületesek és tisztességesek, mert megéri jónak, becsületesnek és tisztességesnek lenni, igaz? Nem ülünk le egy 10 éves gyereknek elmagyarázni, hogy hát figyelj ide, az a helyzet, hogy hát lehet, hogy te mindent jól csinálsz, és mégis bajok lesznek az életedbe. Miért nem? Mert úgy vagyunk vele, majd ráér ezt megtanulni később, igaz? És ez egészen a bűnesetig nyúlik vissza ez a gondolatmenet, mert mikor Isten azt mondta, hogy ne egyél a jó és gonosz tudásának a fájáról, mert akkor meg kell halnod. Akkor Isten mit szeretett volna? Szerette volna megóvni az embert attól a tapasztalattól, hogy meg kelljen tapasztalni a gonoszt. Isten azt szerette volna, hogy ne a gonosz személyes átélésén és megtapasztalásán keresztül kelljen mennie az embernek az üdvösségig. Meg akarta Isten spórolni nekünk ezt az utat, ezt a módot. De hát tudjuk jól, hogy Ádám úgy döntött, hogy ő, mint Odysseus, át akar menni mindenen, és ezért hát nekünk is át kell mennünk, és meg kell tapasztalnunk a gonoszt. Na nézzük a szöveget. Mi a helyzet tehát a látszólag a sikeres emberekkel, akik gonoszok? Mert halálukig nincsenek kínjaik, kövér a testük, nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Tehát mit jelent ez? Van bennük egy hamis magabiztosság. A kevésség. Mindent megoldunk, mindent megcsinálunk, mindent elintézünk. És utána azt mondja, hogy az erőszak köpenyébe burkolóznak, ami mit jelent? Azt jelenti, hogy gátlástalanná válnak, és azt mondja, hogy én mindent megtehetek. Megcsinálhatom, megtehetem. Azt mondja, jó módjukba kérkedve néznek szét, ugye felülről néznek lefelé, mondja a Héber szöveg egész pontosan, amit a rabik úgy kommentálnak, hogy úgy azt képzelik, hogy ők maguk is istenek. És hát ez nekünk lehet, hogy furcsán hangzik, de gondoljatok bele, hogy az ókorban az teljesen természetes volt, hogy a királyok, az uralkodók isteni címeket aggattak magukra. Még Jézus korában a Római Birodalomban, ugye Augustust is kikiáltották, ugye az isteni Augustus volt, és elkezdték a császárokat istenként imádni, de hát Egyiptomban is, ugye a fáraó a napistennek a fiaként uralkodott a trónon, tehát ők maguk valóban azt képzelték, hogy ők maguk is istenek. A Bibliában van egy ilyen király, Córnak a királya, ugye Tírusznak a királya, ez a mai Libanon területén volt, a föníciai király, ezek ugye hajós nemzet voltak, a punok, a föníciaiak, és az egész földközi tenger medencéjét uralták egy időben, és nagy gazdagság volt. Tehát ahhoz lehet hasonlítani, mint a Velencei Köztársaság idején a középkorban, ugye Velence is egy ilyen nagyon gazdag Kalmár várossá vált, és ilyenek voltak az ókorban Tírusznak a királya is. Őróla mondja Ezékiás, hogy olyanná teszed a szívedet, amin ő az Istennek a szíve. De amikor eljönnek és ledöfnek téged, akkor mondod-e majd, hogy Isten vagyok? Hanem kiderül, hogy te bizony ugyanolyan halandó ember vagy. De a gazdag emberek gyakran, vagy a hatalommal teljes emberek, nagyhatalmú emberek sokszor képzelik magukról azt, hogy ők sebezhetetlenek, hogy ők halhatatlanok, és tévedhetetlenek, olyanok kvázi, mint az istenek. Szívükben öntelt gondolatok járnak, tehát ugye fel vannak fújódva, mint a leveli béka. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen, az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, és ugye a szájuk ugye az ég és a föld között van, de olyan nagy a szájuk, hogy az ajkuk alsó része a földet éri, a felső része pedig a mennyet. Tehát semmi úgy érzik, hogy nem tartoznak tisztelettel senkinek és semminek, se földinek, se pedig mennyeinek. Ugye az Antikrisztusról mondja majd ezt az írás, hogy fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Az, hogy a feléjük fordul a nép, és mohón isszák a szavaikat, mint a vizet. Figyelnek rájuk, és akkor igen, úgy van, persze, természetesen így van. Miért? Mert úgy tűnik, hogy sikeresek. Úgy tűnik, hogy megtehetik, amit kigondolnak. Úgy tűnik, hogy van pénzük, van hatalmuk, van befolyásuk arra, hogy ha azt mondják, hogy így lesz, akkor így lesz.
És mit mondanak a szívükben, honnan tudná ezt az Isten? Tehát ez is ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy nem azt mondja, hogy nincs, nem azt mondják, hogy nincs Isten, hanem csak azt mondják, hogy az Istent nem érdekli. Nem tud ezekről a dolgokról. Beszéltünk egy mohamedán emberrel, és a ramadánról, ugye ez egy mohamedán ünnep, amikor napközben nem szabad enni és inni, csak a napszáltával, de ott is vannak kivételes szabályok, és akkor mondta, hogy hát igen, vannak kivételek, hogyha úgy van, hogy mégis nagyon enni kell, vagy inni kell napközben, akkor nagyon fontos, hogy fedél alatt tegyük. Kérdeztük, hogy hát miért? Azért, mert Allahot nem látja. Ez már egy ilyen sajátos elképzelése, hogy a tető alá már nem lát be, tehát csak a nyílt színen, mint egy műhold, csak arra képes, hogy ezeket a dolgokat látja. Na, hát ez valami ilyesmi felfogás, hogy honnan tudná ezt az Isten, lehet-e tudomása erről a felségesnek? Ez annyiból érdekes, hogy a mi kultúránkban is van egy nagyon erőteljes mozgalom, ami nagyon hat a mi kultúránkra, ezt úgy hívják, hogy felvilágosodás. És a felvilágosodásnak a legnagyobb találmánya az volt, hogy a dolgokat törvényszerűségek üzemeltetik. És a felvilágosodásnak is lett egy vallása, ezt szabadkőművességnek hívják, ami abból indult ki, hogy Isten megteremtette a világot, és aztán, mint egy gépet, magára hagyta. Ugye, a mű forog, az alkotó pihen. Így kezdődik az ember tragédiája, ami ezt a szemléletet tükrözi. Tehát igen, Isten alkotta a világot, ő alkotta meg a törvényeket, de most már az emberre hagyta, hogy megismervén a törvényszerűségeket, azokat alkalmazza. És ez rendkívül nagy fejlődést eredményezett a természettudományokban, meg ezekben a dolgokban, mert elkezdték a törvényeket kutatni. És rájöttek, hogy nem személyek, nem szeszélyes istenek, vagy démonok, dzsinek állnak a dolgoknak a hátterében, hanem törvényszerűségek és szabályok. Viszont ennek az lett az eredménye, hogy azt gondolták, hogy a törvényszerűségek és a szabályok kikutatása elegendő ahhoz, hogy mi emberek az életet és a világnak a kormányzását a kezünkbe vegyük, és megoldjuk, és megcsináljuk. És ezekből ugye az az eredmény született, hogy egy csomó olyan izmus nőtt ki ebből a felfogásból, amely azt mondta, hogy hát emberek nem kell az Istennel törődni, nem feltétlenül mondta azt, hogy nincs Isten, de nem kell Istennel törődni, hanem vegyük kezükbe a dolgokat, ismerjük meg a törvényszerűségeket, és kezdjünk el a törvényszerűségek ismeretében beavatkozni a dolgokba, hiszen ha ismerjük, hogy mi hogy működik, akkor azt uralni is tudjuk. Valami nagyon hasonló fogalmazódik meg ugye ezeknek az embereknek a szívében, nem lesznek Isten tagadók, csak azt gondolják, hogy az Isten nem vesz részt a földi halandók sorsában, hanem valahol messze, elvonultan él. Nagyon sok ilyen földi uralkodó is volt, ugye a buddhizmus megalapítója is el volt zárva a világtól, és aztán egyszer, mikor kilovagolt a palotájából, szembesült azzal, hogy vannak öregek, hogy vannak betegek, hogy van halál, és ez annyira megdöbbentette őt, hogy leült a lótuszfa alá, és addig meditált, amíg el nem hitette saját magával, hogy mindez csak illúzió. És hogyha eleget nézzük a költökünket, akkor ez csak illúzió, és akkor az illúziónak nem kell bedőlni. És született belőle egy filozófia. Nyilván ez önmagában kevés lett volna ahhoz, hogy ez sikeres lehessen, de bizonyos fokig ez is egy megoldás, csak egy illuzórikus megoldás, egy olyan megoldás, ami nem helyes és nem jó. És nagyon sok király és nagyon sok uralkodó élt így valóban, hogy el volt zárva a néptől, aki felett uralkodott, és semmi része nem volt a földi halandóknak a szenvedésében. De az Isten nem ilyen. Az Isten nincs távol tőlünk, az Isten ott van a szükségeinkben és a nyomorúságainkban. De a gazdag ember hajlamos elhinni azt, hogy Istent elküldheti nyugdíjba, és ő majd intézi Isten helyett a dolgokat, mert hát ki volna ráhivatott más, mint ő. Ez tehát a gazdagoknak a leírása, és így foglalja össze Aszáf, íme ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. Háborítatlanul gyarapodnak szüntelen. Még szünet sincs benne, tehát még az sincs, hogy kicsit megrodjan ez a dolog, hanem gyarapodnak, sikeresek, egyre jobban megy nekik, egyre elismertebbek, egyre gazdagabbak, egyre befolyásosabbak, egyre hatalmasabbak, és jön az ellenpont, itt vagyunk mi,
Azt mondja, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Tehát nem csak az volt, hogy úgy nem nagyon akartak előre menni a dolgok, épp ellenkezőleg, csapások, bajok érkeztek szinte naponta. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, mármint a kevélyek. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Tehát mikor jött be az első korlát a gondolkozásába, mikor az irigység bár a gonoszok útjára indította volna az igaz embert, az első az volt, hogy de hát hiszen nem én vagyok az első, aki ezen az úton jár. Előttem is jártak emberek, végigmentek ezen az úton, én őket követem, most áruljam el ezt a nemzedéket, mondjam azt, hogy ők nem igazak. Mondok példát, ott van Dániel, bekerült a babiloni udvarba fiatal gyermekként, és nagy asszimilációs nyomás nehezedett rá, ugye azt az ételt kellett volna inni, azt az italt kellett volna inni, megváltoztatták a nevét, másról átadtak rá, a babiloniak bölcsességét kellett tanulnia, és így tovább, és azt várták tőle el, hogy asszimilálódjon, de ez a fiatal ember megőrizte magát ebben a világban, ellátta a feladatait, de úgy élt Babilonban, hogy ő maga közben nem volt Babilonból való. Ahogy nekünk is úgy kell élnünk ebben a világban, hogy közben nem vagyunk ebből a világból valók. És akkor mondjuk azt, hogy hát igen, de hát lehet, hogy azok, akik asszimilálódtak, azok jobban jártak. Tagadjuk meg a hitnek a hőseit, akik előttünk jártak. Mondjuk azt, hogy Illés hiába vállalta a szenvedéseket, vagy a próféták, vagy bárki, vagy Jézus a keresztet hiába vállalta. Mi nem járunk ezen az úton. Az első gát tehát az, hogy a bizonyságok fellegei vesznek bennünket körül, és ezeket nem akarjuk megtagadni. De okoz az emberben meghasonlást. Azt mondja a 15. vers, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Miért kell ennek így lennie? Miért nem lehet egyszerűen? Úgy, ahogy a példabeszédekben le van írva, hogy a bűnös jár a bűnös útján, jó, kap egy hónapot, kap egy év türelmi időt, na jó, legyen 2 év, legyen 30, meg 40. Hát hogy? Hát miért? Nehéznek tűnt nekem. Mi hozza a megoldást? Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Tehát mi okozta az, hogy kitisztult az elméje, ugye a kísértésből, az, hogy belépett az Úrnak a házába. És az Úr közelségében ezek a dolgok elkezdtek benne kitisztulni. Mit kezdett el meglátni? Azt mondja, bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, ugye ez már a tanulság, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Károly fordításban, mint a barom. Mit lát meg? Ugye 3 versben mondja el, hogy mit lát. Az első, hogy ezek az emberek nem kősziklán állnak, hogy bizony a gazdagság, a hatalom, ez egy nagyon síkos talaj. Lehet, hogy látszatra kívánatosnak tűnik, de valójában borzasztóan törékeny. Így volt ez a Római Birodalomban, de így van ez napjainkban is. Lehet azt mondani, hogy hú, milyen jó Mészáros Lőrincnek, hogy hoz gazdagodik. Ú, nekünk is be kéne állni a sorba, nekünk is akkor megfelelő csapásszámmal lefetyelni kéne, igazodni kéne, álljunk be a megfelelő irányba, és akkor azért nekünk is fog csurrani, cseppenni, ez a helyes, ez a jó. De mikor bemész az Úr házába, akkor rájössz arra, hogy ez nagyon törékeny dolog. És mi lesz, ha Orbán Viktor holnap reggel nem kell föl? Mi lesz ezekkel az emberekkel? De az Isten ilyen? Ő fel kell holnap reggel is. Mert le se feküdt. Nem szunnyad Izraelnek az őrizője. Hirtelen meglátom, hogy amire én a bizalmamat teszem, az mennyire sikanlós talaj, mennyire nehéz dolog. De most nem az aktuál politikáról akarok beszélni, menjünk vissza egy... akik Ceausescuhoz dörgölődtek, vagy Kádár Jánoshoz dörgölődtek, vagy Brezsnyev elvtárshoz dörgölőztek, vagy Sztálinhoz dörgölőztek, és azt remélték. Hát gondoljátok, hogy a Sztálin környezetében levő emberek, akik megvolt a hatalom, megvolt a gazdagság, ők jól érezték magukat? Féltek, rettegtek. Sikamlós talajt éreztek maguk alatt, nem kősziklát. Nem tudták, hogy melyik pillanatban lesznek kegyvesztettek.
élvezték ebből a kiváltságos helyzetükből adódó dolgokat? Nem nagyon. Nem tudták ezt felhétlenül élvezni. Miért? Mert sikamlós talajon álltak. Tudták, hogy nem kőszikla, ami nálak. Kifelé ezt demonstrálták. Erősek vagyunk, rendíthetetlenek vagyunk, mozdíthatatlanak vagyunk, de belül mindannyian tudták, hogy ez nem így van. És tudták azt is, hogy ez az egész úgy összedőlhet, mint egy kártyavár. Egy pillanat alatt. És ezért van az, hogy a zsarnokok mindenre lecsapnak azonnal, a legkisebb jelt is csirájába akarják elfojtani, mert érzik, ha nem tudatosan, tudat alatt, hogy az egész egy pillanat alatt összedőlhet. Mint az agyaglábakon álló óriás, amit Dániel látott, hogy stabilnak tűnik, örökkévalónak tűnik, dicsőségesnek tűnik, félelmetesnek tűnik, de egy szempillantás alatt összeroppanhat. Egy picit kibillen az egyensúlyából, és vége van. És azt mondja, olyanok lesznek, mint ébredés után az álomkép. Amikor én elkezdtem az eszemet tudni, 10 évesen, akkor úgy tűnt, hogy mi a reálisan létező szocializmusba fogunk felnőni, én is, a gyerekeim is, az unokáim is. Ma már a gyerekeimnek úgy kell megtanítani, hogy ki volt az a Kádár János. És így vannak a diktátorok. Még nem telt el sok idő, de úgy tűnt, hogy mit tudom én, a Saddam Hussein korlátlan ura Iraknak, és az lesz még nagyon sokáig. Aztán történt egy smás, és x idő múlva a föld alól egy lukból szedték elő a csávót, és úgy nézett ki, mint egy hajléktalan. És a sort hosszan lehetne folytatni a közelmúltból és a történelemből egyaránt. És mikor ezt megérti, Aszáf hirtelen belelát, hogy ezek hogyan élnek, mit élnek át, valójában milyen a helyzetük, milyen a sorsuk, akkor mit mond Aszáf? Hát hogy lehettem ilyen barom? És mit akar mondani ezzel? Ugye, ez is nagyon érdekes, hogy kesereg a szívem, és sajog a bensőm. Ez egy szép költői kép. Vagy amikor az ember irigy a másik szerencséjére, akkor ez olyan sajgást okoz neki, hogy miért nem én? Miért nem velem? Miért nem az enyém? Miért ő? Hogy sajog a bensője. De azt mondja, ha így lennék, és hagynám ezt a sajgásnak, az önsajnálatnak, átadnám magam, akkor olyan lennék, mint az oktalan állat. Miért hasonlítja magát az oktalan állathoz? Mert az oktalan állatnak milyen nincs? Nincs esze. Tehát az az ember, aki a gonoszok szerencséjéből azt a következtetést vonja le, hogy nekik jó, az olyan, mint az az állat, aki képtelen az eszével felfogni a dolgokat. Aki azt mondja, mint volt ugye egy ilyen kis írás, hogy a pontyok ott vannak a Tesco-ba, úszkálnak az akváriumba, és azt mondják, hogy milyen jó annak, akit kifogtak. Mi itt szorongunk, hogy egy kis levegőt kapjunk, adnak meg, ott van az egész levegő. Így kiveszik, és akkor ott a levegő. És azt mondja a másik, hogy hát igen, engem is kivettek, de furcsa érzés volt, mintha meg akartam volna fulladni. Mi ott irigykedünk az akváriumban, és azt hiszük, hogy nekik milyen jó. De abban a pillanatban, amikor meglátod az igazságot, és Isten jelenlétében meglátod az igazságot, rájössz, hogy nem, még itt az akváriumban is sokkal jobb, mint hogyha kihorgásznak téged, és kihalásznak téged. Az olyanok volnánk Isten iránt, Istennel szemben, mint az oktalan állatok. Mi következik mindebből? Meglátja az igaz a saját helyzetét, és azt mondja, de én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Miben van az én biztonságom? Nem a hatalomban, nem a vagyomban, nem abban, hogy egy főembernek a kitartotta vagyok, kedvence vagyok, hogy az XY nagyhatalmú, sok pénzzel, nagy hatalommal rendelkező ember kedvét leli bennem, és fogja a kezemet, és egyengeti előttem az utat, hanem hogy te a kedved leled bennem, és te fogod a jobb kezemet, és te egyengeted az én utamat. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Amikor elkapja az embert ez a harctér indulat, hogy milyen jó azoknak, a gonoszoknak, akiknek ilyen szerencsés az útjuk, és én is szeretnék olyan szerencsés lenni, mint ők, és ezért ennek mi a módja? Én oda nyújtom a jobb kezemet, és keresem, hogy a nagy ember fogja meg a jobb kezemet, és készítse előtte, és ő adjon tanácsot, ő súgjon, ő mondja meg, hogy mibe fektessek, meg milyen pozíciót foglaljak el, meg én nem tudom micsoda, hogy az milyen jó lenne.
ha a nagyhatalmú ember így a pártfogásába fogna engem. És mikor bemegy Aszáf az Úr jelenlétébe, azt mondja, hát de hát nekem van egy Istenem, aki a pártfogásába fogott engem, aki fogja a jobb kezemet, akik tanácsol engem. Hát ki volna hozzá hasonló? Ki az a gazdag ember? Ki az a császár? Ki az az uralkodó ezen a világon? Akár mekkora hatalma, meg akármi pénze van, akinek jobb lenne a jobb kezét fogni, mint az élő Istennek. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. A földön sem gyönyörködök másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Tehát bármilyenek is legyenek a körülmények, a szívem kősziklája és az örökségem te magad vagy. Ebben van egy érdekesség ebben az Isten az én örökségem dologban, ugyanis Aszáf lévita volt. És a levitákat a Biblia a szegények között sorolja fel. Az özvegy, az árva, a jövevény és a levita. Így találjuk meg a Szentírásban. És az írás azt mondja, hogy azért, mert ők nekik nem lehetett földtulajdonuk, és ugye a földtulajdon volt a gazdagságnak az alapja, csak legelőik lehettek a városaikban, és ők miből éltek? Abból a tizedből, amit Izrael fiai a sajátjukból kellett adjanak a levitáknak, és tudjuk, hogy a leviták is adtak tizedet a kohenitáknak, az Áron házából való papoknak, akik a szentélybe forgolódtak. És ugye egy érdekes kedvezményt adott a Mózes törvénye a levitáknak, bármikor elhagyhatták a saját városukat, és felmehettek Jeruzsálembe, és ott teljesíthettek szolgálatot, ha a saját városukban ellehetetlenedtek anyagilag. De a Biblia mindig azt mondja, ne hagyd el az özvegyet, az árvát, a jövevényt és a levitát a te kapuidban, hogy a leviták nem voltak gazdagok. És Aszáf levita volt, és ugye tudjuk, Efraim törzsi területén éltek ők, és amikor Jeroboám ugye egy másik kultuszt vezetett be, és elkezdte üldözni a jeruzsálemi kultusznak a híveit, akkor ezek az emberek mit csináltak? Elszegényedtek, szegények voltak. És azt mondták, hogy felcseréljem az Isten örökségét valami másra, álljak be akkor Jeroboámhoz, mert ővé a hatalom, meg a gazdagság, és ő is keres papokat a saját magaslataihoz, meg az aranyborjúihoz. Mit tegyek, mit csináljak? És itt a levitákat valószínűleg gyakran mardosta ez a kérdés, amikor szegények voltak, hogy hát jó, az Úr az én örökségem, de hát azért jó lenne enni is valamit. Vagy jó lenne, hogyha a sikerzáloga ugyanúgy csak az én kezemben lenne. De az Isten volt az örökségük. 27. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Tehát itt jut el ugye a kiinduló igéhez, így lesz egy kicsit szendvicszerű a Zsoltár, hogy amivel megnyitotta a Zsoltárt, hogy milyen jó Isten Izraelhez, az igaz szívűekhez, a végén eljut oda, az Úr az én oltalmam, és Isten tetteit hirdetem. Bejár egy utat. Az irigységtől, a megértésen át, addig, hogy rájön, hogy hát tulajdonképpen én szeretnék valami gazdag embernek a kegyeltje lenni, de hát hiszen a leggazdagabb Istennek vagyok a kegyeltje. Szeretnék valami hatalmas embernek a kedvence lenni, de hát a leghatalmasabb Úrnak, Istennek vagyok én a kedvence. Mi lesz az én gazdagságom? Az én gazdagságom az lesz, hogy Istenhez tartozom. Ő az én gazdagságom. Őt tartom oltalmamnak, nem a hatalmat, nem a pénzt, nem is a hatalmas embert. Ugye talán emlékeztek rá, hogy a bevezetőben mondtam, hogy a Zsoltárok könyvében van a Bibliának a közepe, a 118. Zsoltárnak a 8. verse, ami úgy szól, hogy jobb Istenben bízni, mint emberekben bízni, jobb Istenben bízni, mint fő emberekben bízni. Tulajdonképpen ennek a Zsoltárnak is ez a legfőbb, a legfontosabb üzenete. No. Miről szólt át a történet? A gonoszok szerencséje látszólagos, Isten nem késik az ítélettel, hanem hosszan tűr, ugye ezt az Új Szövetségben, a II. Péter levélben olvashatjuk, hogy nem arról van szó, hogy amikor a gonoszok szerencsések, akkor Isten elkésik az ígéreteivel, nem tartja be az ígéreteit, hanem hosszan tűr. Valamire még türelmesen vár, valami fontos dologra.
Isten közelsége számunkra az igazi gazdagság, és van még egy érdekessége, hogy azt mondja, aztán bementem az Úr házába, és megláttam. És ez azzal van összefüggésben, hogy ugye az Úr hegyén megláttatik, ismerte meg Ábrahám. Ez a mi fordításainkban nem jön így át, mert ugye mi úgy ismerjük, hogy az Úr hegyén a gondviselés. De maga a szó, ami ott van, a szó szerint azt jelenti, hogy megláttatik, és ugye a rabinikus hagyomány ebből is indul ki. Mit látott Ábrahám, amikor a fiát Izsákot készült megáldozni a hegyen? Valamit meglátott. És akkor találgatnak erről, hogy mit látott meg, és hogy nagyjából abba egyeznek meg, hogy a leendő szentélyt látta meg, ugye, amely a Mória hegyén épült. De mi az Új Szövetségből tudjuk, hogy nem ezt látja meg, hanem Jézus maga mondja, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült. Mit látott meg az Ábrahám, aki a fiát feltette az oltárra? Azt látta meg, hogy az élő Isten mit készül cselekedni az emberiségért, hogy az ő egyszülött fiát adja oda. És ezért mondják, hogy az Úr hegyén megláttatik. Tehát amikor nem világosak a dolgok, ahogy Aszáf is mondja, hogy próbáltam megérteni, de sehogy se jutottam dűlőre, akkor hol van az a hely, ahol meglátod az igazat és a hamisat, az Úrnak a közelsége. A negyedik könyv első Zsoltára szintén nagyon közismert, ugye ez a 90. Zsoltár, a himnikus gyűjteménynek a fej Zsoltára, himnuszok, királyság Zsoltárok, ugye az Úr uralkodik, ez a leggyakoribb felkiáltás bennük, és az érdekessége az, hogy a 90. Zsoltárnak a címe az, hogy ez Mózesnek a Zsoltára. A talmudi hagyomány azt is tudni véli, hogy nem csak ez, hanem a következő 5 Zsoltár is, tehát a 90-től a 95-ig Mózesnek a Zsoltára. Ez egy nagyon érdekes dolog, és házi feladatnak adom fel, ha hazamentek, hogy próbáljátok beazonosítani, hogy vajon ezeket mikor mondhatta Mózes. Ugyanis elég jól maga a Zsoltár szövegéből elég jól ki lehet következtetni azt, hogy mikor mondta. A 91. elég híres, ugye aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Ugye ez egy olyan Zsoltár, hogy áspiskígyon jársz, taposol az oroszlánokon is, azokat is megtaposod, annyi repül jobbról, a dögvész jár éjszaka, de te nem félsz, ha elesnek mellőled ezre, jobbod felől 10 000-en, tudod, hogy hozzád nem közelít, mert a felségest választottad oltalmadul. Na hát ez a Zsoltár mikor íródhatott? Hát most, ha feltételezzük, hogy Mózes a szerzője, vajon mikor fedezték fel ezt, hogy bármilyen nagy, ahogy csapkodnak a villámok jobbra-balra, előre-hátra, mégis az Isten meg fog oltalmazni ezektől a dolgoktól. Hát a 10 csapásnak az idején, igaz? Hát Egyiptomot csapkodták a csapások, de Gósen földjén nem voltak csapások. Ez volt a tapasztalat, hogy aki a felséges rejtekében lakik, azt a csapások megoltalmazzák, hogy ez a legdrámaibban a 10. csapásnak az idején jött ki. De a többi Zsoltárt is, hogyha megnézitek, akkor valóban lehet találni ugye Mózes élettörténetéből olyan pontokat, amikhez ez a Zsoltár illeszkedik. Így van ez a 90. Zsoltárral is. Ugye ennek ugye ez nem 100%-ig biztos, de a hagyomány az, hogy ezt Mózes még a Sínain mondta el, nem akkor, mikor kivezette a népet, hanem az előtt. Tehát ugye mi történik Mózessel, kihalásza a fáraó lánya, felnövekszik a fáraó házában úgy, hogy az anyja a dajkája, de a fáraó lánya fiának mondják. És 40 évesen egy döntést hoz, hogy ő nem egyiptomi lesz, hanem zsidó. És ez a döntés, ez egy drámai döntés volt, mert úgy nézett ki, hogy egyiptominak lenni jó, zsidónak lenni rossz. Mint Egyiptom hercege, mint a királyi ház egy tagja, mindennel rendelkezhet, de azt mondja, ez a bűn ideig, óráig való öröme. A másik oldalon meg ott a rabszolga nép, akinek úgy tűnik, hogy ugye azon fáradoztak, hogy asszimilálják, beolvasszák őket. Hát a fiúk megölése azt jelentette, hogy csak lányok vannak, és a lányok kénytelenek egyiptomiakhoz férjhez menni, és így próbálják beolvasztani, ugye asszimilálni erőszakosan a népet. Hát ez egy ilyen korszak, és ez a Mózes 40 évesen úgy dönt, hogy ő mégis inkább a rabszolga néppel azonosul, és nem az uralkodó házzal. És miért tette ezt? Azt mondja, azért, mert a láthatatlanra nézett. Erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. És azt mondta, hogy Egyiptomnak nincs jövője, a zsidó népnek meg van jövője. Vagy hát ugye akkor izraeliták voltak, az izraelitáknak van jövője. És miért gondolta ezt Mózes? Azért, mert ismerte az Ábrahámnak tett
ígéretet. És mit mondott Ábrahám? 400 évig fog raboskodni Izrael idegen földön, de azt a népet, amely elnyomja őt, én majd megítélem, őket pedig kivezetem, és kijönnek nagy gazdagsággal. Mózes ezt hitte el, és azt mondta, Egyiptomot Isten ítélete fogja sújtani, Izrael pedig ki fog jönni Egyiptomba nagy gazdagság, és bemegy az ígéretnek a földjére. Miért hitte ezt Mózes? Mert az anyjától ezt a tradíciót kapta. Ő is kapott egy tanítást az Egyiptom, ugye minden tudására, tudományára megtanították, meg kapott egy tradíciót a saját anyjától, aki a dajkája volt. És 40 évesen el kellett dönteni, hogy melyikkel azonosul, ezzel vagy azzal. És ő az Isten igébe vetett hitből döntött így, és azt mondta, hogy amit az Isten mondott, az meg lesz. Honnan tehette ezt? Ugye a nagy előd József, ugye a halálos ágyán megeskedte Izrael fiait, ezzel végződik Mózes első könyve, bizonnyal meglátogat benneteket az Isten, kivezet benneteket az ígéretnek a földjére, és akkor az én holttestemet ne hagyjátok itt. Ugye ez volt a végrendelete Józsefnek. És ezért élt a hit és élt a reménység az Izrael fiaiban, hogy el fog jönni a szabadító, el fog jönni a messiás. És Mózes felvállalta ezt a szerepet, kiment, nagyon csapta az egyiptomit, mint tudjuk, elásta a homokba, másnap is kiment, akkor Izrael fiai egymással veszekedtek, és azt mondták, hogy most mi van, kitett téged bíróvá, hogy itt bíráskodni akarsz fölöttünk, vagy mi lesz, mondta az, aki ugye a rosszat tette. Engem is hagyod üsz, mint az egyiptomit. És Mózes megértette, hogy itten baj van, és gyilkosként ment el a sínai hegyre. És 40 éven keresztül legeltette Jetrónak a juhait. És ugye a hagyomány szerint, ezt nem tudjuk pontosan, de 75 évesen költötte ezt a zsoltárt. Mi történik Mózessel? Hozott egy döntést, egy hitbeli döntést. Az Isten igéjébe vetett hitéből felvállalta a rabszolga néppel való sors közösséget, mert hitte, hogy az Isten beszéde meg fog valósulni. Mi lett az eredménye? Gyilkossá lett, menekülnie kellett, és egy száműzött volt a sínaiba, ahol a midianita népnek, a papjának a hát ugye veje volt, tehát nem csak egyszerű szolga volt, de hát nem volt a maga ura, na maradjunk ennyiben. Tehát, hogy nem volt a saját maga ura. És ott volt 75 évesen, vagy 79 évesen, és mind gondolkozott Mózes, elszúrtam az egész életemet. Jogos volt a gondolat? Hát jogos volt, nagyon úgy nézett ki, hogy elszúrta az egész életét. És elmondja ezt a zsoltárt, és ebben a zsoltárban min elmélkedik ez a Mózes gyerek, hogy kellett volna jól csinálni. Hogy úgy lepergett ez a 70-en év, hogy egy szempillantás alatt elmúlt, itt vagyok az életemnek a delelőjén, már nincs nagyon sok hátra, elrontottam, hogy kellett volna ezt jól csinálni. Vajon az Isten meddig haragszik? Mert oké, gyilkos vagyok, tehát ezt nem lehet eltagadni, jogos a harag, de hogy kellett volna ezt jól csinálni? Ez adja a zsoltárnak a hátterét. Miről szól maga a zsoltár? A fő témája, Istennek az időtlensége van szembeállítva az embernek a halandóságával. Ugye a híres szakasz így szól, Istennél egy nap olyan, mint 1000 esztendő. Tehát ami nekünk 1000 esztendő, az Istennek olyan, mint egy nap. De nagyon fontos látni, hogy itt nem egyenlőség van, hogy egy nap egyenlő 1000 esztendővel, hanem olyan, mint hasonlítás van. Tehát az azt jelenti, hogy ami nekünk beláthatatlanul nagy idő, az Istennek olyan, mint egy nap. Hogy épül fel a zsoltár? Ugye először itt is megkapjuk a témát, tehát hasonlóan a 73. zsoltárhoz látjuk, hogy mi a téma. A mulandóság és a szemben az Isten örökké valóságával, és a mulandóság, mint Isten haragjának a következménye. Erről elmélkedik majd Mózes. És a végén megfogalmaz 7 kérést, és a 7 kérésből úgy lesz 8, hogy a 7. megismétli. Tedkezünk munkáját állandóvá. És ezt megismétli. Tedkezünk munkáját állandóvá. Nézzük akkor a szöveget. Azt mondja. Ugye a bevezetés egy doxológia, egy dicséret, ami jellemző az egész könyvre, ugye ez egy himnikus zsoltárok gyűjteménye. Uram, te voltál hajlékünk nemzedékről nemzedékre. Most ha oda képzeljük magunkat a sínai hegyre, hogy Mózes legelteti a juhokat 35 éve, vagy 30-an éve, és elmérkedik azon, hogy Ábrahámtól fogva minden nemzedéknek ki volt az oltalma,
az Isten. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Vagyis Isten milyen? Változhatatlan és örökké való, ugye az örökké való név is ezt jelenti. Utána azt mondja. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek. Mire utal itt a szerző? Ugye Mózes első könyvére a bűnesetre, amikor Isten azt mondta, hogy átkozott legyen miattad a föld, amelyből vétettél, ugye arcod verítékével műveld, míg nem visszatérsz a porba, mert porból vétettél, és porrá leszel újra. Mert ezer eszendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonjad és elszárad. Tehát az örökkévaló Isten, akinek ezer esztendő semmise, ezelőtt az emberi élet milyen? Olyan, mint az ember számára az egy nyári növényke, virágzik, elhervad, ennyi volt, kész vége. Ez a kép visszatér aztán Péter apostolnál. Emlékszünk esetleg, hogy hozza Péter vissza. Az első Péter levél első fejezetének a végén jön vissza ez a kép. Ebben a fejezetben Péter az evangéliumot megfogalmazza, és ugye a végén azt mondja, hogy az egekből küldött Szentlélek által hirdetik az apostolok nektek az Isten igéjét, amely él és megmarad örökké. Mert a test, mint a fű virága, de az Isten beszéde örökké megmarad. Ugye ez a kép jön vissza. Ami tehát emberi magból nő ki, az halandó lesz, ami az Isten magjából nő ki, az pedig örökké való lesz. Na itt jön az elmélkedés az Isten haragján. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orszád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő. Ha nagyon megszalad, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát mi van itt? A leggyakorabban előforduló kifejezés itt, ha megnézitek, micsoda? Istennek a haragja. Harag, 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 felháborodás, harag. Miért elmérkedik ezen a mi Mózesünk? Azért, mert ő elkövetett egy bűnt, és azt mondja, meddig kell emiatt még számüzetésben élnem? Az életem a vége felé közeledik. Hát mit kívánhat az ember? 70 évet? 80-at? Én már majdnem 80 vagyok. Ugye 80 volt, amikor a csipkebokorban megjelent neki az Isten. Még nem sejtette, hogy az igazán az ő küldetése még előtte van. Ő már leszámolt. És tudjuk, hogy amikor Isten megjelent az égő csipkebokorban, akkor 6 menetben győzködte Mózest, és a 6. után is Mózes azt mondta, hogy küldj, akit akarsz. Úgyhogy Isten már felháborodott, és azt mondta, hogy hát ennyire nem lesz ambiciótlan. És ugye a kérdés az, hogy akkor ez hogy van? Ugye van egyszer az örökké valóság, hogy Isten az eredendő bűn miatt, az ős bűn miatt megharagudott, halandóvá vált az ember, és aztán utána a mi személyes bűneink, hogy ez a halandóság, ez meddig fog tartani? És a mi személyes bűneink miatt érzett isteni harag, ez meddig fog tartani? Hol van ennek vége? Mi elégíti meg az Isten? Mikor mondja Isten azt, hogy elég volt a bűnhődésből, elég volt a szenvedésből? Hogyan működik ez a történet? És gyakorlatilag Mózes azzal, hogy azt mondja, tanulj úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, beismeri, hogy őnek ez nem sikerült. Leélt 70 évet, és még mindig nem találja a fogást az életén. Fogalma sincs, hogy kellett volna az életét élnie. És utána azt mondja, ugye jönnek a kérések, a 7 kérés, ahol a 7. megismétli, fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkbe. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáikon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd állandóvá, vagy maradandóvá. Tehát ez a 7 kérés. És
ebben a hét kérésben nagyon jól visszatükröződik az ószövetségi Izraelnek a hite. Az Izraelnek a hite ugyanis az volt, hogyha Isten beül a bírói székébe és ítél, akkor az nem rossz lesz nekünk, hanem jó. Alig várják, hogy Isten végre beüljön az ítélő székbe és ítéljen. Az új szövetségben minket meg úgy kondicionáltak egy rossz hagyomány miatt, hogy rettegünk attól, hogy Isten ítélni fog. És mi azt gondoljuk, hogy ha Isten ítélni fog, akkor az nekünk rossz lesz, akkor a titkos bűneinket veszi elő. De az ószövetségi Izrael, ami a törvény alatt volt, ami a kárhoztatás szolgálata alatt volt, az ószövetségi Izrael nem így gondolkozott Istenről, hanem úgy gondolkozott, ó, gyere közel, ülj az ítélőszékedbe, ítélj a mi ügyünkbe, gyere hozzánk közel, mert ha közel jössz hozzánk, az nekünk nagyon-nagyon jó lesz. Nem rettegtek és nem féltek, még akkor sem, ha tudták, hogy bűnösök, még akkor sem, ha tudták, hogy az Isten szemében az ő igazságuk olyan, mint a szennyes ruha. De mégis tudták azt, hogyha Isten hozzájuk fordul, ha Isten közel jön hozzájuk, az Isten közösséget vállal velük, az nekik jó lesz. És ez a könyörgés, ez erre vonatkozik, erre irányul. Hogyan ficamodtunk ki ennyire? Hogy mi meg a jobb szövetségben, ami jobb ígéretek alapján köttetett, rettegünk attól, hogy Isten közel jöjjön, rettegünk attól, hogy Isten ítéljen, rettegünk attól, hogy Isten megjelenjen. Még most is a újjászületett keresztényekkel találkozom, és megkérdezem tőlük, van-e üdvösséged? Hát ki tudja. Nagyon, a nagy részük teljesen bizonytalan abban, hogyha Isten ma ítélne, akkor az ő sorsuk mi lenne. Nézzük akkor a babiloni zsoltár nyitó könyvét. Ez egy refrénes zsoltár, ugyanúgy, mint a 42. verze, refrén, és a végén van egy az Isten nagyságáról szóló, az Isten mindenhatóságát dicsérő zsoltár, ugye ez az a Istennek a mindenhatóságáról szól, aki öl és elevenít, aki királyokat tesz és királyokat dönt, aki ad és elvesz. A felvezetője ennek a zsoltárnak ez a dicsérjétek az Urat, mert jó, mert az ő kegyelme örökké való, ez a Hodul Adonai ki tov. Ez több zsoltárnak az elején, köztük a híres 118. zsoltárnak az elején is megtalálható. És az érdekessége az, hogy amikor az Ószövetségben azt akarták mondani, hogy a leviták dicsérték az Urat, akkor ezt a sort idézik mindig. Például, amikor Jósafát király előre állította az énekes levitákat, akkor rázendítettek a leviták, és azt énekelték, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, mert az ő kegyelme örökké való. Ezzel a sorral jelezték, hogy itt most zsoltárokat fognak énekelni. Ebben foglalták össze tulajdonképpen a zsoltárokat. Amiről maga a zsoltár szól, és ez az érdekessége, hogy összegyűjtöttek, tehát az emberek jöttek a világ minden tájáról, ahova szétszórta őket a Babilon és az asszír fogság, jöttek Jeruzsálembe, és bizonyságot tettek arról, hogy Isten mit cselekedett az életükbe. És ezeket a bizonyságtételeket gyűjtötték össze, és négy ilyen típus találunk. Az egyik, akik a sivatagban eltévedtek, ugye mivel az arab sivatag szélén vagyunk, ez nagyon valóságos történet volt. A második azok, akik bűnbe keveredtek, bűnöztek, és a bűn miatt megkapták a maguk büntetését, illetve egy kicsit áthallásos ez a történet, mert ugye a fogságba kerültekről is szó van, hiszen a fogságba kerülteket elvitték az asszírok és a babiloniak fogságba, és ott ültek, mert nem hallgattak a bizonyságtételre, a proféták szavára. Aztán ugye a betegség, és a negyedik, ugye egy beteg ember, aki felgyógyult, és a negyedik kategória pedig a hajósok és a vihar, ami azért érdekes, mert ugye Izrael nem volt egy hajós nép, egy hajós nemzet, még Salamon is a föníciaiakat, ugye a tírusziakat fogadta meg, hogyha hajózásra volt szükség, de ugyanakkor a diaszpórának volt tapasztalata utasként is, és munkásként is, ez a zsoltárból kiderül, hogy a munkájuk ugye a tengerre vitte őket, azzal, hogy hát bizony a hajók milyen törékenyek tudnak lenni a tenger és az időjárás, a szél hatalmas erejével szemben. Hogy szól a zsoltár? Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete, tehát ez a bizonyos Hodul Adonai ki tov, ezzel indít. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből. Ha valaki el tudott menni Jeruzsálembe, és meg tudott jelenni a jeruzsálemi szentélybe, az milyen volt? Megváltott. Olyan, akinek nem a fogságban kell szenvednie, hanem megjelenhet Isten színe előtt a Sionon.
Tehát a megváltottakról van szó, és ki, honnan váltotta meg őket Isten? Az ellenség kezéből. Tehát önmagában az a tény, hogy megjelenhettek Jeruzsálembe, a szentélybe, már azt jelentette, hogy szabadok, és volt lehetőségük arra, hogy az zarándokutat megtegyék, és ez már az Isten megváltásának az eredménye. Akiket összegyűjtött különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Ennek az az érdekessége, hogy az északról és délről sajátosan van a Zsoltárban leírva, szó szerint azt mondja, hogy magasról és mélyről. Fentről és lentről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek, szomjaztak, elcsüggett a lelkük, és ugye a refrén mellett van még egy sor, ami a fordulatot jelenti, ez a bizonyos de. De az Úrhoz kiáltottak gyomorúságukban, és ő kimentette őket szorult helyzetükből. Ezt mind a négy résznél meg fogjuk találni, hogy mi hozza a fordulatot ezeknek az embereknek az életébe, az, hogy az Úrhoz kiáltottak. Nem a szentélybe kiáltottak az Úrhoz, hanem a sivatagba. És az Úr kimentette őket. Helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. És jön a refrén, adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Tehát, hogyha a 8. versben van a refrén, ez mindig azonos lesz, a 9. versben viszont mindig az adott helyzetre, az adott csoportra adaptált rigmus van befejezésképpen, és hogy ezt is úgy képzeljük el, hogy jönnek az utazók, akik elmondják a bizonyságtételüket, és utána pedig ott vannak a hívők kórusa, akik azt mondja, hogy adjanak hálát. A szentélyben háromféle áldozatot, három nagy kategóriában lehetett az áldozatokat sorolni. Az első rész volt ugye az egészen égő áldozat, a második a véres áldozat, a harmadik a hála áldozat. És amikor valaki hála áldozatot hozott, ez ugye önkéntes áldozat volt, ez nem volt kötelezően elírva, akkor nyilván elmondta azt is, hogy miért ad hálát. És mikor a hála áldozatát bemutatta, akkor bizonyságot tett arról, hogy szorult helyzetében az Úrhoz kiáltott, és az Úr megszabadította őket, és míg bemutatták a hála áldozatát, addig a levita kórus hangosan kikiáltotta, hogy adjanak hálát az Úrnak a szeretetéért, és az emberekkel véghez vitt csoda dolgaikért. Jön a második kategória, ugye a fogságba kerültek. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában nyomorultan vasra verve. Foglyok voltak. Engedetlenek voltak, Isten parancsával szemben megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Ugye itt is hol hívták segítségül az Úr nevét? A fogságban, a börtönben, eladott rabszolgaként. Refrén, adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. Honnan ismerős ez nekünk, hogy betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat? Tudom, hogy megint övön alul, amit kérdezek, de hát, ha valakinek. Ézsaiás prófétától, ugye a 45. fejezet, és kiről mondja ezt, hogy előtte megy az Úr, és letöri a vaszárakat, betöri az érckapukat? Círuszról, ugye a perzsa királyról, aki megdöntötte Babilon hatalmát, és kiadta a rendeletét, hogy vissza lehet térni a Sionról. Tehát van egy világos utalásunk Ézsaiás prófétára. Jön a harmadik kategória. Vannak ostobák. Ugye eddig csak arról volt, hogy vannak olyanok. Te itt meg is nevezi, vannak ostobák. Kik ezek az ostobák? Azok, akik botor módon a bűn területére tévedtek, és aztán az ördög elkapta őket, és megbetegedtek. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapujhoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Miről van itt szó? Az emberek már azt hitték, hogy bevele fognak halni a betegségbe, úgy tűnt, hogy már a halál kapujában vannak, de a halál kapujában mit csináltak? Az Úrhoz kiáltottak, és Isten meghallgatta őket a beteg ágyukon, és megfordította a sorsukat. Ennek is van egy nagyon érdekes párhuzamos része, ez Jób könyvének a 33. fejezete, ahol már Elihu beszél Jóbhoz, ugye a dühös Jóbhoz, aki ugye azzal fejezte be a barátaihoz intézett beszédét, hogy ti azt mondjátok, hogy Istennél van valami vádirat ellenem, ami alapján cselekedett. Nosza,
jöjjön az a vádirat, mert az dicsimnusz lesz ám, nem vádirat, hogyha tényleg felsorolják az én tetteimet és cselekedeteimet. És ugye Elihu az, aki szólásra emelkedik, és elkezd válaszolgatni a Jobbnak a felvetéseire, és itt a 33. fejezetben azt mondja, hogy ti dühöngtök azért, mert Isten nem hallgatta meg a kéréseteket. Mert amikor ti azt mondjátok, hogy na most akkor az Isten jöjjön és csináljon valamit, jöjjön és ítéljen, jöjjön és szóljon, akkor azonnal nem kaptok erre választ, és dühösek vagytok emiatt. De nem úgy van, kérdezi Elihu, hogy nem arról van szó, hogy az Isten nem hallgat meg benneteket, hanem arról van szó, hogy ti nem hallgatjátok meg az Istent. Hogy ez nem úgy működik, hogy ti mentek, csináljátok a magatok dolgát, az Isten szól, ti azt figyelmen kívül hagyjátok, de amikor nektek van valami bajotok, akkor az Isten ugorjon. És akkor ő azonnal legyen ott, és azonnal csinálja a dolgokat. És ott azt mondja, hogy... Pedig szól az Isten ugye az emberekhez kétszer is, háromszor is, és hogyan szól? Azok az emberek, akik testiek, azokhoz hogyan tud szólni az Isten? Testi módon, testi jelzésekkel. Ugye mikor van az, amikor a gyereknek elkapjuk a fülét, és meghúzzuk, vagy a térdünkre fektetjük, és elfenekeljük, amikor nem ért a szóból, nem ért a jó szóból. Isten hogyan akar hozzánk szólni? Jó szóval, tanítással. De mikor ebből nem értünk, akkor mi történik? Azért nem értjük, mert testiek vagyunk, és egyszer nem vagyunk hajlandók. Akkor testi jelzést ad az Isten. Na, itt is erről van szó. És azt mondja, hogy de ebben az állapotukban, ugye a pogányoknál miért ad Isten testi jelzést? Azért, mert a pogány ember úgy éli le az életét, hogy a halál kérdésével nem foglalkozik. Nem tud rá választ, és ezért eltolja a saját lelkétől. És amikor megérinti őt a halálnak a szele, akkor elkezd jó kérdéseket föltenni. Elkezd jókat kérdez, hogy hogy van ez a dolog, hogy és miképpen vannak ezek a dolgok. Mert egyébként elviselhetetlen a halandóság tudata az embernek a számára és a halállal való szembenézés. Na jó. Tehát itt is erről van szó, az Úrhoz kiáltottak, nyomorúságokban megszabadultak. Adjanak hálát az Úrnak, szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, tehát ugye a gyógyult mutatja be a hála áldozatát. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Tehát nem csak úgy sutyorogva, hanem örömújongás közepette. Most a leghosszabb rész a matrózoké. Ugye itt találunk 5 verset, 6 verset, 4 verset, de a matrózoknak nagyon sok verse van. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, mélybe zuhantak. Kétségbe esetek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket, ugye vágyai kikötőjébe vezette őket, vagy a szó szerint a szöveg. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért és az emberekkel tett csodáért. Mondja a kórus, miközben a matrózok, akik megmenekültek a viharból, bemutatják a hála áldozatukat, magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. És a végén van ugye ez a tipikusan az Istennek a mindenhatóságára utaló rész. Ezt megtaláljuk Anna énekében, amikor végre terhes lesz a kis Sámuellel, és azt mondja, Isten a mindenható, mindent megtehet. Megtaláljuk ugye Mária énekében, aki szintén terhes lesz ugye a Szentlélektől fogan, és mikor találkozik Erzsébettel, akkor ugyanezt az éneket mondja el az Isten mindenhatóságáról. Megtaláljuk Debora énekében, ugye a nők szerettek erről énekelni, úgy látszik, hogy Isten mekkora fordulatot tud hozni az emberek életébe, és itt is ilyen fordulatokról van szó. Vannak folyók, Isten pusztává teszi, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermőföldet szikessé, ugye sóssá, a rajta lakók gonoszsága miatt. Aztán pont fordítva, a pusztában bővízű tavat áraszt, szomjúföldön forrásokat, éhezőket telepít oda, városra alapítanak lakóhelyül, mezőket vetnek be és szőlőket ültetnek, amelyek termést és gyümölcsöst hoznak. Megáldja őket, elszaporodnak, állatokban sem lánynak hiányt, és megint jön egy fordulat. De aztán megfogyatkoznak, görnyedeznek az elnyomás, a baj a gond miatt, amikor gyalázatot zúdít az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kell bolyonganiuk. De aztán megint jön egy fordulat. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat.
Tehát ugye ez állandó fordulat, Isten ad és elvesz, Isten öl és elevenít, megsebesít, de be is kötöz. Ugye ez az Isten mindenhatóságnak, az El Shaddai-nak a jelentése, és erről beszél itt a Zsoltár. Miért pont erről beszél? Hát azért, mert ki tud megszabadítani a veszedelemből, a bajból, ha eltévedsz a sivatagba, ha viharba kerülsz, ha betegség gyötör, ha fogságba keveredtél, elnyomásba keveredtél, az Isten, aki mindezt meg tudja cselekedni. És a bevezető doxológia, vagy a befejező doxológia vége így szól. Látják a becsületesek, ugye ez is egy érdekes szó, mert itt szó szerint azt mondja, az egyenesek. Ez az egyenes, ez a jásár, és talán emlékeztek rá, hogy mondtam, hogy Izrael nevének ugye ez is a része. Olvashatom, Jiszra élnek, ami azt jelenti Isten harcosa, Isten fejedelme, de olvashatom úgy is, hogy Jásár él a szöveget, és az azt jelenti, hogy akit az Isten kiegyenesített. Jákob volt, Jásár lett. Körmönfont volt, ravaszkodó volt, és egyenes becsületes lett. Tehát látják ezt a jásárok, ugye ebből van a Jesurún, ennek a továbbfejlesztés, látják ezt a jásárok, a becsületesek is örülnek, az álnokok pedig befogják a szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Összességében tehát a Zsoltár azt a képet rajzolja elénk, hogy az arándok ünnepen vagyunk, Jeruzsálemben vagyunk, ott megjelennek a világ minden tájáról a legkülönböző élethelyzetből az emberek, bemutatják a hála áldozatokat, és bizonyságot tesznek arról, hogy milyen nyomorúságba keveredtek, de amikor az Úrhoz kiáltottak, Isten megszabadította őket, és ez az ott levő embereket mire bátorítja, bármilyen helyzetben is vannak, kiáltsanak Istennek, Istenhez, akinek minden lehetséges. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket a bizonyságtételeket, és értse meg az Úr kegyelmének a tetteit, vagy az Úr kegyelmes tetteit. Tehát ez ugye a babiloni nyitózsoltár, és ennek az üzenete, a főüzenete a számunkra az, hogy még a fogságot, még a szétszóratást is Isten azoknak a javára fordítja, akik őt félik, akik őt szeretik, és a diaszpórának a tapasztalata is gazdagítja az Istennel való közösséget, és az Istenbe vetett hitet, és kinyitja Izrael fiainak a szemét arra, amit Ézsaiás látott meg először, hogy az Úr kilép a szentélyéből, kilép a templomából, és az egész földet betölti, beragyogja az ő dicsősége. Hogy ő nem csak egy kis terület és egy kis nép istene, hanem az egész világnak, az egész univerzumnak az Ura. Gyors összefoglalás. 73. Zsoltárunk miről szólt? Nem kell a gazdagok szerencséjére irigykedni, a gonoszok szerencséje nem kell, hogy megkísértsen bennünket, mert ha Isten fogja a jobb kezünket, ha Isten a tetszésébe fogad bennünket, az jobb, mint ha bármiféle földi hatalmasság lenne, ami pártfogunk, az igazi gazdagság az, hogy ismerjük az Urat, és Isten közel van hozzánk. A 90. Zsoltár miről szól? Arról, hogy hát bizony sok mindent elrontunk, és amikor elrontjuk ezeket a dolgokat, és nem úgy mennek a dolgaink, ahogy szeretnénk, szembesülünk a saját mulandóságunkkal, szemben az Isten örökkévaló és változhatatlan voltával, akkor el kell ismernünk, hogy mire van szükségünk Istennek a bölcsességére, ahogy ugye a példabeszédek mondja, hogy ne a magad értelmére támaszkodj, hanem legyen teljes bizodalmad az Úrban. És a 107. Zsoltár pedig arról szól, hogy tanuljunk másoknak a bizonyság tételéből. Ne hallgassd el a bizonyságodat, ha cselekedett Isten az életedbe, segítségül hívtad az Urat, a nyomorúság idején is megszabadított téged. Ne hallgassd el, mert ez mások számára szabadulást fog jelenteni. Ugye a 22. Zsoltárban is van egy ilyen fontos rész, hogy amit idéz is az Új Szövetség. Ne hallgassd el, te pedig, mikor hallod más embernek a bizonyságtételét arról, hogy ő milyen nyomorúságba keveredett, de segítségül hívta az Urat, meríts hitet és meríts erőt arra, hogyha te segítségül hívod az Urat, akkor ő téged is meg fog hallgatni, és ki fog szabadítani a nyomorúságból, mert ő neki minden lehetséges, a pusztába vizet fakaszt, és a vízben gazdag részeket meg elsivatagosítja úgy, ahogyan ő akarja. És ez egy nagyon érdekes és fantasztikus tanulsága volt egy rossz dolognak, a diaszpórának, ami tulajdonképpen rossznak indult, de Isten mégis arra használta fel, hogy gazdagítsa az ő népének a hitét, és kiterjessze a hitét abban, hogy Isten az egész világnak az Ura, és az egész világnak az Istene.